Szeretném elérni, hogy a rovat listázására alkalmas linkek azok ne csak itt, a hírek alatt, hanem itt az elsődleges menübe is szerepeljenek. Ehhez ki kell derítenem, hogy melyik kategória az milyen linken érhető el. Ezt könnyedén meg tudjuk nézni, hogyha ide alulra kukkantunk erre a részre, most itt legyen a szemünk, én ráhúzom az egeret, és már is látható, hogy ez a 9-es kategória, az útvonala, amin elérhető, az a taxonomi term per 9-es. Ha én bemegyek az adminisztráció tartalomszerkesztés kategóriák részbe, és a kifejezések listáját megnézem a rovat szótárban, akkor nagyon könnyedén ki tudom deríteni, hogy melyik rovat az milyen útvonalon érhető el. No, menjünk bele az adminisztráció webhelyépítésbe, de ezt már úgy fogom csinálni ügyesen, hogy egy új oldalon nyíljon meg ez a link, és akkor kezdjük el fölvinni a menüpontjainkat. A hivatkozás címét másolom, átlépek ide, menük, és egy menüpontot fogok hozzáadni. A címe az lesz, hogy CSS, az útvonala az lesz Q egyenlő helyett, kitöröljük. Fontos, hogy az elején perjel az ne legyen. Jó, tehát ne legyen perjel. Beállítjuk a súlyát. Ezt én most beállítom úgy, hogy az utolsó legyen a négy közül, tehát 3-asra. Jöhet a következő menüpont. Szintén itt meg fogom lesni, fogom másolni a hivatkozás címét. Ennek a címe az lesz, hogy Drupal, az útvonal pedig taxonomi term per 9-es. Jöhet a következő. Jobb klik, hivatkozás címének másolása. Címe az lesz, hogy HTML, címe pedig taxonomi term 11. És az utolsó. Menüpontot fogom fölvinni. Ez lesz a PHP. Az útvonala. Taxonomi term 10-es. És ő az egyes súlyjal fog rendelkezni. Megküldjük. És akkor már csak egyetlen egy simítás van itt hátra, hogy a HTML-nek nem adta súlyt. Ezért most nekiadom a kettes súlyt. És ebben a pillanatban elkészültem, tudok nézni címlapon minden hírt, meg tudom nézni a Drupal kategóriába, Drupal rovatba érkezett híreket, meg tudom nézni a CSS kategóriába érkezett híreket, ezzel meg is volnék.